Jó reggelt kívánok, és már ahogy látták, nem is egyedül 6 óra előtt valamivel ígértem önöknek, hogy 6 és 7 óra között a Gyöngyöspatán történtekkel foglalkozunk. Első körben egy vitával, mégpedig az LMP és a Jobbik képviselőivel, Dorosz Dávid az LMP képviseletében. Jó reggelt kívánok, és Bolnár János a Jobbik képviseletében. Ön tegnap azt nyilatkozta, szó szerint próbálom idézni, és ott nem is csak próbálom, hanem úgy is idézem, hogy az LMP felszólítja a Jobbikot, hogy a szellemi holdudvarukhoz tartozó pribék szabadcsapatokat azonnal vonja vissza ezekről a településekről. Ezek szerint a Jobbik a felelős egyértelműen a történtekért? A Jobbiknak is van benne felelőssége, de az igazi felelősség a kormánypártoknál van. Úgy fogalmaztam, hogy ezek a gyöngyöspatai események a cserben hagyott ország utolsó figyelmeztetései voltak a kormány számára, és úgy gondolom, hogy ezt a kormánynak is meg kell hallania, és ezért nagyon sajnálom, hogy épp a kormánypárti képviselők nem jöttek el ide, és azt még inkább sajnálom, hogy a kormány ahelyett, hogy a megoldásokat keresni, politikai vagdalkózásba kezdett a tegnapi nap. Megjön a belügyi államtitkár és Szijjártó Péter miniszterelnök szóvivője a fél hetes híradó után, de minek utána a Jobbik képviselő ül önnel szemben. Ezért akkor, hogyha ezt kifejteni, hogy a Jobbikot miért tartja felelősnek a történtekért, mert akkor tudná erre Volner úr reagálni. Én úgy gondolom, hogy a kormányzat cserben hagyta a vidéki Magyarországot, a valós problémákat nem megoldotta, hanem tovább fokozta azokat, és az állam lényegében kivonult ezekről a vidéki kis településekről, és ez volt az a vákum, ez volt az az üres tér, amiben a Jobbik be tudott nyomulni. De úgy gondolom, hogy a legelső sorban, a legelső ponton a kormánynak van itt felelőssége, és úgy gondolom, hogy mi olyan megoldási javaslatokat tettünk le az utóbbi napokban az asztalra, amelyek ezeket a problémákat meg tudják oldani. És benyomultak önök ebbe a vákumba, és érez felelősséget a történtekért? Kedves Szilvia, én arra hívom fel a figyelmet, ami ebben a műsorban történik, az a közszolgáltiság lábbal tiprása. Tehát az egy vicc, hogy az LMP-t és a Jobbikot ültetik le egymással szemben, amikor egyikünk sem kormányzó párt, mind a kettőnknek a kormányzó párttal van vitája. Önök azonban rendszeresen a közszolgálati adókon minket versenyeztetnek egymással, és próbálnak egymásnak ugrasztani. Kormánypártól várjuk a megoldást, és azt is a közszolgáltiság lábbal tiprásának tartom, hogy amikor 80 cigány karokkal, botokkal, vascsövekkel felfegyverkezve rátámad négy emberre, azt önök tömegverekedésként állítják be. Ez minden csak nem tömegverekedés. És ugyanígy a kommentárok, amelyek az előbbi videóbejátszásokat kísérték, miszerint itt az ember könnyít magán, és utána a cigányok közé megy, ez szerepel a videófelvételen. Ez az önök interpretációjában szerepel, semmilyen ezen az egyébként teljesen értékelhetetlen videófelvételen nem látható. Mennyiben tudja értékelhetetnek, mert kollégám, aki egyébként ezzel foglalkozik, ő mondta, hogy ez meglehetősen szokatlan, hogy egy térfigyelő kamera még hangot is rögzít, tehát rögzítve vagyon. Meglehetősen értékelhetetlen ez a felvétel, hiszen gyakorlatilag a szereplők egyike sem felismerhető rajta, és a személyazonosításra gyakorlatilag ezek a felvételek alkalmatlanok. De ezt képest a rendőrség mégis megtalálta azokat, akik ebben részt vettek. Nem, bocsásson meg, 80 támadóról beszélünk, a rendőrség ez idáig kettő fővel szemben intézkedett. Magával a rendőrségi munkamódszerekkel kapcsolatban is volt rendőrként és rendészeti szakpolitikusként kifogásaim vannak, ugyanis a magyarországi modell az, hogyha hasonló rendbontások történnek, azonnal szétzavarják a rendbontókat. A nyugati modell az úgy valósul meg, hogyha karhatalmi kötelékben, csapaterőben látnak erre a rendőri egységek szolgatott, mint ahogy történik ez Gyöngyöspatán, igyekeznek minél több elkövetőt ott a helyszínen visszatartani, mikronyomokat rögzítenek a ruházatukon, ezeket rázadékvizsgálatra küldik el, és ilyen módon tárgyi bizonyítékok bizonyíthatják, és már is nem két ember kerül be, hanem mondjuk a 80-ból be lehet vinni rögtön 20-30-at, úgyhogy tárgyi bizonyítékok meg is állják a bíróság előtt a helyüket. Tehát ezt megvitatjuk a belügyi államtitkárra, de azért arra legyen önkedves válaszolni arra a kérdésre, hogy érez-e a Jobbik felelősséget a Gyöngyöspatán kialakult helyzetért. A Jobbiknak tekintettel arra, hogy ellenezzük a véderő gyöngyöspatai jelenlétét, és ki is fejtettük ezzel kapcsolatban a véleményünket, csak önök ismét csak a közszolgáltiságot lábbal tiporva rendszeresen egymás mellé fésülik a hírekben a gyöngyöspatai. De Vona Gábor még ott is volt, nem? A véderőt és a Jobbikot. Tehát mi kifejtettük azzal a kapcsolatban a véleményünket, hogy a véderőnek a gyöngyöspatai jelenlétével nem értünk egyet, azonban fel szeretném hívni arra a figyelmet, hogy egyelőre a kormányzat még egy talpalatnyi területen Gyöngyöspatán sem képes garantálni a közrendet, közbiztonságot. Noha Kontrát Károly államtitkár úr egyetlen nappal korábban győzködött minket arról a parlamentben, hogy Gyöngyöspatán rend van, miért beszélünk mi arról, hogy ott veszélyben van a közbiztonság. Aztán egy nappal később maga az élet cáfolta a belügyi államtitkár úr szavait. Doroszulnak is ugye átadjuk a szót.
mondatot, mert ez most így hosszúra sikeredett a maga részéről. Igazából önöknek akkor egymással nincsen vitája? Mert de természetesen van vitánk, tehát azzal kifejezetten hetzkampányszerű viselkedés, amit a Jobbik az elmúlt hónapokban folytatott, illetve a cigánybűnözés újból és újbóli megemlítése, és ez lényegében egy ilyen stigmaként való használata, ezzel nem érthetünk egyet. Viszont az is biztos, hogy a kormányzat, ami leginkább felelős ezért, és én úgy gondolom, hogy egy lélektani pillanathoz jutottunk el. Tegnap előtt Gyöngyöspatán vér folyt. Én nagyon remélem, hogy a kormány nem akarja megvárni, amíg valaki meg is fog halni. Úgy gondolom, hogy ez most egy olyan pillanat, amikor minden demokratikus erőnek össze kell fognia, és a megoldásokat kell keresnie, és el kell indulnunk egy olyan úton, amely biztonságot és békét tud hozni a vidéki Magyarország számára. Mi éppen ezért tettük meg a javaslatainkat ezzel kapcsolatosan, és a jövő hetekben is pontosan ezzel a konstruktív hozzáállással szeretnénk a kormánynak segíteni abba, hogyha már az elmúlt 10 hónapban semmit nem tett a vidéki Magyarországért, sőt rontotta a helyzetét az igazságtalan adórendszerrel, a közmunkaprogram felszámolásával, a rendőrség ellehetetlenítésével, akkor most kezdődjön el egy olyan munka, egy olyan közös munka, amivel meg tudjuk a vidéki Magyarországot segíteni. Mi ebben vagyunk érdekeltek, és de mi ezt szeretnénk. Akkor, hogy legyünk konkrétak, ugye most tegnap a miniszterelnök szóvivője bejelentette, hogy a kormány úgy döntött, hogy módosítják a büntető törvénykönyvet azért, hogy az általuk idézem egyenruhás bűnözésnek véget vessenek. Ez a helyes út önök szerint? Önmagában jogtechnikailag is egy teljesen alkalmatlan eszközt választott a kormány, ugyanis gondoljon arra, hogy egyenruhának minősítették például a gárdisták mellényét is. Most, ha innentől fogva egyenruhának minősítik a 2006-os polgárőr törvény alapján kötelezően viselendő polgárőr mellényeket, már pedig annak lehet minősítenie az eddigi gyakorlat. De a gárdisták azok nem polgárőrök? Akkor most én a polgárőrökről beszélek, tehát hogyha egyenruhának minősítik a polgárőr mellényt is, ugyanúgy, ahogy a gárdisták mellényét is egyenruhának minősítették, két mellényről van szó, akkor onnantól fogva gyakorlatilag a rendőrök bevihetik erre való hivatkozással a polgárőröket, és a rendőrök jogértelmezése szerint a bíróság évekre fogja őket börtönbüntetésre ítélni. Ez természetesen ő jogi végzettségű, én amit elolvastam, az abból az derül ki számomra, hogy az rögzítve vagyon, hogy azok a polgárőrök, illetve azok a rendvédelmi szervek, amelyek együttműködnek a rendőrséggel, és engedélyük van ahhoz, hogy intézkedjenek, azokra nyilvánvalóan nem vonatkozik a büntető törvénykönyvnek ez a módosítása. Na most az együttműködési kötelezettség az egy kétoldalú kötelezettséget jelent ebben az esetben. A Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület minden esetben a szolgálat ellátását a területileg illetékes rendőrkapitányságok képviselőivel, vezetőivel kapcsolatban egyeztette, tehát ez az egyeztetés megtörtént. Maga a rendőrség volt az, aki egyébként a 2006-os polgárőr törvény rendelkezéseit lábbal tiporta, ugyanis a részükről az egyeztetés az abban merült ki, hogy meghallgatták ezt a tájékoztatást, ők maguk semmilyen tájékoztatást nem nyújtottak, majd pedig aztán később most már jogerős bírói döntés által bizonyított módon ismét csak törvénysértett a rendőrség azzal, hogy 5 polgárőrt előállított, mondvá, hogy az egyenruhájuk az garázdaságot valósít meg, aztán ez ügyben már jogerős bírói döntés született, amely kimondta azt, hogy a rendőrség ez ügyben tévedett. De most már egyébként meg vagyok keveredve, hogy ez a Szebb Jövőért, vagy a Véderő, vagy a nem tudom melyik betyársereknek a... Egyesület, az a Polgárőr Egyesület, de őt nem a Védelőtől állítottak előtt, mert most Gyöngyöspatán? Igen, a Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület... Nem, ez most a Véderőtől történt az előállítás. A Szebb Jövőért Polgárőr Egyesület az, amely bűnöző tömkelegét fogta már el és adta át a hatóságok részére. Gyöngyöspatán is fatolvajukat fogtak, Hajdúhatházán, Tégláson betörőket és fatolvajukat fogtak. Tehát ők már letettek valamit az asztalra, ők konkrétan bűnözőket juttattak Rács mögé. Mindjárt jönnek a hírek, úgyhogy várnám, hogy mit gondol a BTK módosításáról. Ez ugyanolyan büntetőpolitikai lufi eregetés, mint amit az elmúlt egy évben is láttunk a kormány részéről. Ezek nagyon jól hangzó szlogenek, nagyon jól lehet őket tévében, rádióban, újságban hangoztatni, de nem hoznak valódi megoldást. Valódi megoldást az LMP-nek az a javaslata hoz, amit hétfőn nyújtottunk be több képviselőtársammal együtt a parlamentbe, mert az az a törvény, amely meg tudja valóban akadályozni, hogy ilyen szabad csapatok jobbra-balra tudjanak kolbászolni a vidéki kisfalvakban, illetőleg a valódi közbiztonság megteremtése érdekében pedig helyi rendőrséget javaslunk, hiszen a helyi közösség
közösségek által sokkal jobban befolyásolt helyi közösségek szempontjait sokkal jobban figyelembe vevő rendőrség az, amely állandóan jelen tud lenni a kis falvakban, hiszen nem az íróasztalok mögött ülő rendőrtábornokokra, hanem a falvakban járőröző az emberek napi problémáit ismerő rendőrökre van szükség, és akkor valójában csökkenthető az a bűnözés, az a vagyon elleni lopásoknak a száma, amelyek az emberek napi életét megkeserítik. Ez az a valódi megoldás. Köszönöm, hogy mindezt elmondták. Adtak muníciót nekem a következő két beszélgetéshez, Szijjártó Péterhez, illetve a kontaktkároz. Nem is tudom, hogy mindegyiket felfogom. Fel tudom. Beszéljük meg, a parlamentben lesz rá, mondjuk. Köszönöm, hogy itt voltak, és bejönnek a hírek.